Már a felújítottán még nem teljesen elkészült tornacsarnokban gyakorolnak a Dunafelese tornászai, akik a közelmúltban Győrben szerepeltek a mesterfokú bajnokságon, ám ezt megelőzően is megmutatták tudásukat az országos bajnokság küzdelmeiben. Igazából ott több hibám is volt még az országos bajnokságon, amit ugye próbáltam majd a következő versenyre kijavítani, ugye ez volt a mesterfokú bajnokság, ez volt ugye a második versenyünk az évben, szóval ez sem mondható olyan hú de soknak, viszont hál' Istennek mondhatom azt, hogy a mesterfokú bajnokság nagyon jól sikerült, mind csapatban és mind egyéniben is. A mesterfokú bajnokságon Kovács Zsófia valamennyi számban sikert aratott. Sikerült mindent megnyernem, ami igazából adott egy kis önbizalmat, de nem úgy mentem oda, hogy én most ezt szeretném megnyerni, hanem úgy, hogy a gyakorlatokat, amit az országos bajnokságon rontottam, azt a mesterfokúra kijavítsam, és tisztítsam azokat a gyakorlatokat, mert ugyanazokkal indultam el. Úgyhogy igazából az volt a legfőbb célom, hogy a gyakorlatok pontosak és szépek legyenek, és így tudódott ki, hogy ezzel akár nyerhetek is. Trenka János, a Dunafelese tornaszakosztályának vezetőedzője is értékelte az elmúlt hetek eseményeit. Igazából a magyar bajnokságon is nagyon szép eredményeket elértünk, azon kívül, hogy nem tudtuk ugyanazt produkálni, mint amit most a mesterfokú bajnokságon, de nem is ez volt a cél, hanem elsőben a csapatnak az összekovácsolása. Hozzátette, összességében elégedetten térhettek haza a versenyekről. A csapatbajnokságon kívül volt az egyéni összetett verseny, két érmet hoztunk el, az arany és az ezüstérm, a miénk volt, a dunajvárosi, majd szerenkéntiben háromszert megnyerte Zsófi, és mögötte még volt másik két, azaz három érmes versenyzőnk, mindegyiknek nagyon örülök igazából. A mesterfokú bajnokságon Kovács Zsófia a felemás korláton arany, Makovics Mirtil ezüstérmet szerzett, míg talajon szintén Kovács Zsófia bizonyult a legjobbnak, aki gerendán sem talált legyőzőre. Ebben a számban a dobogó második és harmadik fokán is csapattársai Mayer Gréta és Makovics Mirtil állhattak.